Középiskolában már magasabb elvárások vannak, akár kémia órán is, mint az általános iskola 8. osztályában. Ezzel szembesültek a valószínű, hogy leendő 9-esek a Szent Annai Sámuel középiskola nyílt napján. Az intézmény hagyományosan november végén tárja ki kapuit leendő diákjai és szüleik előtt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a diákok döntő többsége a nyílt napon tapasztaltak hatására dönt az iskola mellett. Vagyis a 8-osoknak szükségük van arra, hogy személyes tapasztalatokat szerezzenek az itt folyó képzésekről. Ilyenkor aktívan is részt vesznek a ide látogató tanulók, 8-os tanulók a programokon, és kipróbálhatják azokat a feladatokat, azokat az eszközöket, amiket az iskola mindennapi élete során használ. Alapvető célunk az, hogy bemutatkozzunk, hogy megismerjenek minket, segítsünk a szülőknek, tanulóknak eldönteni azt, hogy milyen iskolába tanuljanak tovább, és mi az, amit mi nyújtani tudunk, milyen lehetőségeket kínálunk, milyen juttatásokat tudunk biztosítani. Tehát tulajdonképpen a célunk alapvetően, hogy megismerjék az intézményt, akik rászánják azt a délelőttöt, és iskolánkban töltik. Van akit a szülei kísérnek el, vagy édesapa, édesanyja, vannak, akik iskolából érkeznek valamilyen nevelő, vagy szaktanár, vagy tanár kíséretében. Mindegyik előfordul, és általában az a tapasztalat, hogy a hozzánk érkező és már fölvett tanulók közül a felméréseink szerint sokan vannak, akik a nyílt napon döntötték el, hogy iskolánkat fogják választani. Márpedig az itt folyó képzés igen széles spektrumon mozog. Az iskola már jó ideje nem csak a karcagi 8-osoknak nyújt kellő és jó perspektívát. Az intézmény hírneve jóval túllépte a város, sőt már a vármegye határait is, így a beiskolázás tekintve is nagy területet fed le. Köszönhetően a képzési formák sokszínűségének, hiszen a megszokott gimnáziumi szakokon túl az iskola a kadétprogramnak is része, azaz honvédelmi ismeretekből is lehet érettségi vizsgát tenni. De a térség adottságaihoz igazodva a mezőgazdasági technikusi képzés is magas színvonalú, ennek megfelelően népszerű is a térségben. A középiskolai felvételik ideje majd csak januárban, februárban jön el, de a nyílt napon résztvevők száma azt igazolja, helyes döntés, ha egy középiskola megmutatja magát a továbbtanulás előtt álló fiataloknak és szüleiknek. Hiszen a Szent Annai nyílt napjára is érkeztek komplett 8-os osztályok, de egyénenként végzős általános iskolások is.